Állva tapsolták meg a nézők Enyedi Ildikó új nemzetközi gyártású nagyjátékfilmjét a Cannes-i Filmfesztivál idei versenyprogramjában. Füst Milán regényéből készült A feleségem története című alkotás vizuális trükkjein dolgozott a szekszárdi Klingl Béla és 15 fős csapata. A jelenleg is Cannes-ban tartózkodó szakembert Skype-on értük el, azt mondja, óriási élmény volt ezt személyesen is átélni. Hatalmas taps volt, és mindenki felállt, az nagy élmény volt látni a vetítés után. You'll never be able to break away from her, because you're not like that. You're like me. You have a faithful heart. Keveseknek tűnik fel, a 100 évvel ezelőtt játszódó film előzetesében a színészek keze mellett felszálló cigarettafüst, vagy éppen a hajó típusa. A jeleneteket a Klingl Béla vezette csapat varázsolt a kórhűvé, Budapestből például Párizst készített. Négyszáz jelenetet kellett módosítaniuk, tengert, hajókat animálni, modern dolgokat eltüntetni, átalakítani. Ilyen volt az utcán felszálló pára, vagy a füstszűrők eltüntetése. A hajó, ami a forgatás helyszínéről szolgált, az egy régi hajó volt ugyan, de hát azon is rengeteg minden más volt már, mint régen. Tehát dízelmotortól kezdve a kéményig, ilyesmi, ezeket cserélgettük be utómunkában. Voltak ilyen teljes tengeri jelentek, ahol a tengert is, meg a hajót is számítógéppel kellett megalkotni. Összesen 3 évig tartott ez a munka. Klingl Béla Rév Marcel operatőrrel és Enyedi Ildikó rendezővel együtt dolgozott magán a forgatókönyvön és a forgatásokon is, mivel ő mondta meg, miként vegyék fel a trükköket tartalmazó jeleneteket. Szombaton este derül ki, elnyeri-e a legjobb filmnek járó aranypálma díjat a magyar alkotás. Az itt induló 23 filmet 2000 filmből válogatták ki.